a siker az mindenki életében egy nagyon-nagyon fontos mozzanat lehet, ami meghatározza a későbbi életét. Első alkalommal rendezett tehetségnapot a Sárospataki Farkas Ferenc Művészeti Iskola Bartók Béla születésének évfordulóján. A program azonban nem csak a zenéről szólt. Tehetséges fiatalok festményeiből, rajzaiból, szobraiból rendezett kiállítást is láthattak az érdeklődők. Nagyon jó érzés, hogy az emberek láthatják azt, hogy mi mit is csinálunk itt minden héten, és hogy alkotunk, és értékelik a munkánkat. A tárlaton az intézmény képző és iparművészeti tagozatán tanuló növendékek alkotásai láthatók. 13 éve folyik ez a tehetséggondozás, elsősorban a középiskolásoknak a továbbtanulását szándékozik elősegíteni. 13 év alatt nagyon sok ember jutott be a felsőfokú oktatásba, építésznek, rajztanárnak. Előkészítettük a művészeti egyetemeket, nagyon sokan ott kötöttek ki az itteni alapozás után, tájépítők, kiragadozók és dekoratőrök lettek. Bartók Béla születésnapjáról lévén szó, persze a zenéi lett a főszerep. A tárlatnyitást hangverseny követte. A koncerten moldvai dallamok is felcsendültek. Az iskola növendékeinek valamennyi korosztálya, kezdők és haladók egyaránt színpadra léptek. A fuvolisták, csellisták mellett gitár, zongora és vibrafon produkciókat is élvezhetett a közönség. Örülünk, hogy mi is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy bemutassuk azt, hogy iskolánkban, városunkban vagy környékén mennyi tehetséges gyerek van, akár a képzőművészet, zene vagy a néptánc területén. A művészeti iskola táncoslábú tehetségei is birtokba vették a színpadot. A Pacurka csoport magyar palackai táncokat mutatott be, a Kis Csimpolya tagjai pedig a Béka Király című mesét táncolták el. A nagyobbaktól Vajda Kamarás és Szilágysági szóló táncokat láthatott a közönség, és a legkisebbek csapata, a Mazsola csoport is bemutatkozott.